Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Horváth László vagyok. Pétfürdőre egy éve költöztünk ide, előtte Várpalotán laktunk. Az eredeti szakmám az hegesztő, most is hegesztőként dolgozok Balatonfűzfőn, és a faragás a hobbim. Mikor kezdtél el faragni? Hogy jött ez a hobbi gyakorlatilag? Több szálon fűződik össze, körülbelül 8 éve, mégis az első löket a feleségem volt, mondta, hogy keresek valami hobbit, és ebből indult ki az egész. Édesanyámnak mindig csinálgattam valami karácsonyi kis diszeket, és akkor innen jött az egész, hogy kivágtam egy kis szarvast, és akkor abból gondoltam, hogy 3D-be meg kéne jeleníteni valahogy, és találtam egy falagókést odahaza, és akkor így kezdtem el faragni végül is. Azért ez egy elég bonyolult mesterség, hogyha úgy vesszük. Ezt hogyan tudtad kitanulni? Teljesen autodidakta módon, vagy volt, aki segített és megmutatta a csinyát-bínyát ennek? Hát nem autodidakta módon volt az egész, sokat gyakoroltam. Nyertél valamilyen díjat is ezekkel a faragásokkal, vagy még csak nagyon az elején vagy, még mindig a gyakorló státuszban vagy gyakorlatilag, és később fogsz majd ezzel bármilyen díjra vagy bármire nevezni? Nem nyertem még vele semmit. Most volt egyedül az első kiállításom itt Pétfürdőn. És hát még mindig gyakorolni kell, igen. Mi az, ami megfogott a faragásban? Hát az, hogy talán a fának adok egy új életet. Meg hogy nem is tudom, magam után még hagyhatok valamit, nem tudom, az unokáimnak akármi, azért egy faragás sokáig fennmarad. És ez így egyrészt megnyugtat, mert hobbim. Úgyhogy nagyon szeretem csinálni. Inkább dísztárgyakat, szobrokat alkotsz, vagy használati tárgyakat, vagy esetleg mást? Hát inkább dísztárgyakat és szobrokat szoktam készíteni. De még az elején járok ennek, úgyhogy szeretnék minél többet foglalkozni ezzel, de mondjuk a munka után nem sok idő marad erre az. Mennyi idő alatt lehet egy szobrot kifaragni? Hát változó, de elég sok idő, körülbelül 80-100 órám rámegy egy szobor készítésére. A minimum, ami volt, az körülbelül 30-40 óra. Említetted, hogy szobrokat csinálsz főleg, ezek milyen stílusú szobrok? Olyanok, amik az érdeklődési köröddel egybefüggnek, vagy próbálsz mindig mást és mást alkotni, hogy még jobban gyakorolj? Hát változó, még talán én se találtam meg az utamat ebbe, mert készítettem állatokról, egy domborműveket, vagy szobrokat. Most volt egy faragó pályázat, amire jelentkeztem a Trianon 100-ra. Ott egy szobrot faragtam, egy emberi szobrot, egy csonka szobrot, de több részt inkább állatokról faragtam kisebb dolgokat. Hogyan történik a faragásnak a menete? Hogyan kell ezt elkezdeni, és hogyan jutunk el a végéig? Meg kell keresni a fát, ami jó lesz hozzá. És van egy elképzelésem, hogy mit szeretnék faragni. Valamikor van hozzá mintám, vagy magában csak egy papírlapról, nem tudom, egy kicsit utána nézek, és akkor fénymásolok papírokat, kirakom magam elé, és akkor arról nézem. Felrajzolom esetleg a fára, ha egy nagyobb fadarabbal kezdek, akkor volt, hogy stílfűrészen nekiálltam, lenagyoltam, és akkor jöhetett a faragók, és akkor apránként szépen fokozatosan lefaragtam a fülösleget. Ennek van valamilyen utómunkája is, amint elkészül egy faragás? Nincs annyi, hogy lenolajjal szoktam lekezelni, hogy védje a fát, és kiemeli a fának az erezetét, de különösebben nincs. Valamikor bömböl a zeneit, valamikor futkároznak a gyerekek itt mellettem, úgyhogy nem kell az, hogy elzárkózzak itt a külvilágtól, bármikor neki tudok állni.
fontos az, hogy milyen fából faragsz. Megvan szabva, hogy csak tölgyből mondjuk, vagy fenyőből, vagy amit éppen találsz, és annak van egy érdekes formája, amit meg kell mintáznod valamivel. Nem fontos, nekem legalábbis az elején, még amikor kezdtem ezt az egészet, akkor olvasgattam, hogy a hársfát, azt nagyon könnyű faragni, minden kezdő faragónak ajánlom, mert jó, puha fa, de hát ezért egy baja van, hogy kiszárad, és akkor megreped. És ha nem akarom, hogy megrepedjen, akkor egy szárított fát kell beszereznem. Ez a nehezebbik az útja ennek. De kapok most már sok helyről fadarabokat, amiket hoznak ismerősök, barátok, és akkor azokból szoktam alkotni, most hogy tölgy, vagy gyümölcsfa, az mindegy, mert mindegyik jó faragható. Mi a terved ezzel a faragással? Inkább marad hobbi, és azt rendesen kigyakorlod, vagy van valamilyen fő cél, amit el szeretnél érni ezzel a faragással? Előbb-utóbb a tervem az, hogy a hobbimból majd megéljek, remélem, hogy sikerülni fog, de ha nem is így lesz, akkor mindenképp nekem ez megmarad hobbinak, mert nagyon szeretem csinálni, és csinálom, és majd lesz valami. Jelenleg csak magadnak faragsz, vagy volt már eladásra is munkád? Volt már eladásra is munkám, nem olyannyira sok még, ugye olyan sokat nem is tudok csinálni így a munka mellett, mert nagyon sok hosszú idő, amire elkészítek egy ilyen munkát, de volt már rá példa. Miért ajánlod másnak a faragást? Hát engem megnyugtat, kikapcsol. És amit mondtam, hogy egy fadarabból létrehozok valamit, mintha egy életet adnék neki.